Sziasztok, a nevem Török Ágoston. Ebben a videóban a lightape.com oldal jó voltából a Kiyi Galaxy Megaminxet fogom bemutatni, annak is a Sculpture változatát. Kezdeném azzal a videót, hogy ennek a Megaminxnek négy különböző változata is létezik. Az első olyan, hogy teljesen simák az oldalai, ahogy ezen a képen is lehet ezt látni. Van továbbá egy olyan változata is, amit úgy hívnak, hogy konkáv Megaminx. Ennek, minthogyha belennének horpadva az oldalai. És csináltak egy konvex változatot is ebből a Megaminxből, aminek, mint látható, kidudorodnak az oldalai. Ez hasonlít leginkább a Yongyun Yuhu Megaminx felépítésére. És ebben a videóban a negyedik változatot fogom bemutatni. Igazából ez a változat az, ami a legnagyobb reflektorfényt kapta, a jelenlegi világrekordot is már ezzel a Megaminx-el tartják, ez az úgynevezett Sculpture változat. A Megaminx szín összeállítása szerintem tökéletes. Ezeket a színeket nagyon könnyen el lehet egymástól különíteni. Az elemeken színes csempék vannak, tehát hogyha valakinek nem tetszik ez a szín összeállítás, ki is cserélgetheti a színeket egymással. Ezek könnyen leszedhetők, de maguktól nem nagyon szoktak kijönni. A játék forgása valami egészen kiváló. Úgy gondolom, hogy megszégyeníti az eddigi Megaminxeket. Tehát én nagyon sokáig, most éveken keresztül a Diane Megaminxet tartottam a legjobbnak. Ezzel esetleg még a Sheng Shu meg a Yuhu Megaminx tudta fölvenni a versenyt, de hát ezek a Megaminxek labdába sem rúgnak a Kiyi Galaxy Megaminxhez képest. Tehát ez valami elképesztő. Nagyon stabil, nagyon-nagyon gyorsan forgatható. Ez a gyári változat, tehát én nem állítottam rajta semmit, nem szilikonoztam még be, ez így jött ki a dobozból. Inverse corner cutja csak egészen minimális van, viszont ami a standard corner cutot illeti, az valami döbbenetes. Egy fél fordulatot képes leváltni a játék, én nem hittem, hogy valaha fogok ilyen Megaminxet látni. Ez a Megaminx nagyon stabil, és széteséssel egyáltalán nincsen problémája. Hogyha mindenképpen kellene valami negatívot is mondanom, akkor azt mondanám, hogy időnként egy-egy sarok át tud fordulni. Mert azért meglehetősen laza, tehát így helyben meg tud fordulni egy sarok a játékon, de velem eddig ilyen csak egyetlen egyszer fordult elő. Tehát összességében kijelenthetem, hogy a régi Megaminxeim mehetnek a polcra. Ez mindenképpen az első számú Megaminxem lesz innentől kezdve. Ehhez még csak hasonlóan jó Megaminx sem volt a kezemben. Tehát egyértelműen mindenkinek szívből tudom ajánlani. A leírásban találhattok linket hozzá. A lightape.com oldalnak nagyon szépen köszönöm, hogy elküldték nekem ezt a játékot, neked pedig köszönöm, hogy megnézted a videót. Minden jót kívánok!